Magyarországon 17 évvel a rendszerváltás után, Trianon után, mit tudom én, 80 akárhány évvel, hogy mindig ez a probléma, hogy mi megjelenünk, akárhol megjelenünk Árpád-sábor zászlókkal. Ebből már elegem van. Bőven. Mi az, hogy én a saját hazámba nem lehetek magyar? És mindenki leugat, leokád minket, és megakadályoznak minket úton, útfélen, leállít a rendőr, mikor persze elindultunk, 8-szor állítottak meg. Hát miféle dolog ez, uram? A saját hazámba! Utáljuk a cigányokat. Ennyi. Miért? Mert rondák, büdösek és mocskosak. Van köztük normális, mert van. De abban is eljön a cigányvér. Az a mocskos. 1%-ig marad, aki esetleg megváltozhatna, de nem akarja megváltozni. Kollektív ellenségnek ők a magyarságot, a fehér bőrű embert látják. A négernek fekete gecije van. Az is fehér geci. Néger. Elmegy Amerikába, ott néznek, hány néger politikus van. Amerika a néger sportolókból él meg. Itt meg mond, utas már egy cigány, aki sportol, aki politikus. Legyen néger, legyen fekete, kínai, de... Ezek a feketék elbaszták az egészet. Ne legyen a többségi nemzet ellen támadó. Tehát ez egy magyar ellenes öntudatra ébredés. Tényleg erre szól az egész. De mit tudnak ezek kicsit cigányok, nem dolgoznak semmit. Megfognak, oda mennek, agyonverik az embert. Lefenyítik az embert, eljössz a sátorójelbe, megfogják ott, és agyonverik az embert, lefenyítik az embert, kész. Ennyi. Bejöttek ide Indiából, igaz? Senki nem hitte őket. Hogy minél többet volt börtönben, minél több bűncselekményt követett el a társadalomban, tehát az ő társadalomban, ő annál menőbb. Na most én 63 éves vagyok, és büntetlen előéletű. Ez boldogan kimerem jelenteni, nem büszkén. Most nézd körül, látsz egy cigányt? Sehol nincs egy cigány. Sehol nincsen. Én nekem egyikkel sem volt, mi se bajom. Cigányok, mint mocskos, szarevők. Húgyos faszúak, mind. Azt kérdezik, hogy Hitler még én, hogy kiírta mindet, nélkezik. Elrontott, egész Magyarország lenne, ő egy Szent László kereszt. Nem politikai jelleggel, pusztán vallási jelleggel, tehát én ebben hiszek. Én úgy érzem, hogy egy magyar ember vagyok, nacionalista, tehát náci, mert a nacionalizmus szó ugye miből ered, az, hogy náci. Mert én egy baloldali ember is vagyok, tehát az ember nem lett jobb oldali, nem lett baloldali, nem... Szóval, bazen. Bal kéz! A szárba vagy mi? Jobb kéz! Bal kéz! Tanár úr emlékére! Az is nagy hibát követett el, fiú, aki eltüdült a halált. Mert ezek megérdemelnék. Miért felakasztanám őket? Fognak, hogyha itt maradnak. Erről szól. Kitartás éljen Szálasi. Nem feltétlenül, de a fajgyűlölet mellé játszok, hogy igazság mellé. Szóval ez lehet igazság. És milyen furcsa, a zsidók itt vannak már az 1800-as évek óta. Már régebb óta, és azóta megszállás alatt vagyunk. Index.hu. Most van egy olyan, hogy mi miért szenvedjünk ezekkel az emberekkel? Miért szenvedjünk? Most minden liszkai cigán ki van téve annak, hogy mikor jönnek ezek a bőrfejjek. Na, ugye ezek az kinderek. Legyen már ennek vége. Mert ugyanis ez az egész falura kihatással van. De rendben van, gyere bújj hozzám, én majd vigyázok rád. Minden rendben van, gyere bújj hozzám. Hajrá, magyarok! A Magyar Nemzeti Front nevében szeretném elmondani, hogy minden szemetet összeszedtünk. Nem, haver. Ne? Hanem annyi. Kinek? A cigányok. Itt megtámadunk a cigányokat. Most nem. Akkor az annyi lesz, hogy újjébe elmegyünk, bazd meg azt izé. Hogy itt megtámadtak minket, itt szétbasztak minket, vagy mi baszok szét őket. Aztán, hogyha minket letáltan szétbasznának,
Akkor eljönnek az új cigányok, és megbasszák a szájukat, mint az állat. Mi? Cigányra is lesz. Ott fogok megdögleni, az biztos. Ott fogok megdögleni, meg fogom a torkába basszom mindenkinek a kést, a 100%. És is nálak ki, te így érek ki. Megköszönném mindenkinek, aki eljött, hogy be tudjuk bizonyítani Olasz Liszkának, van egy másik arca, van egy gyönyörű arca. Index for who?